Egy hónappal a budapesti atlétikai világbajnokság rajtja előtt hírességek lepték el a Vadonatúj Nemzeti Atlétikai Központot, hogy 800 méteres síkfutáson mérjék össze tudásukat. A résztvevők között volt sportoló és média személyiség is. Méteres síkfutásra készülnek hazánk ismert személyiségei az új Nemzeti Atlétikai Központban, ahol már a finisben vannak az előkészületek a világbajnokságra. Jó hír, hogy számos jegyek el. Héten elhaladtunk már a 250 ezres mérföldkő mellett is, úgyhogy most már 300 ezer eladott jegy, illetve bérlet felé száguldunk, és a száguldást a szó szerint kell érteni, mert napról napra egyre nagyobb az érdeklődés, egyre nagyobb a VB láz. Vannak most már olyan napok, ahol csak korlátozott számban lehet jegyeket vásárolni, de az a mázli, hogy az atlétikai VB 9 napból áll, van 5 délelőtti program és 9 esti program, és nincsen rossz választás. Tehát, hogyha valaki lemaradt egy napról, akkor a másik 8-ból még választhat. Az atlétikai világbajnokság rajtja már nagyon közel van, és hogy mindenkiben tudatosuljon az esemény fontossága, ezért számos hírességet invitáltak meg a szervezők egy futásra. Az utolsó 10-20 méteren egyébként egy páran elindultak, nem akarok neveket mondani. Én meg nagyon előzékeny, mindenkit magam elé engedtem, és utolsóként értem be a célba, nagyon nagy örömmel. Az én időszakomban nagyon elég sokat futottunk labda nélkül is, pláne Németországon nagyon szerették az erdőfutásokat. De itt azért ez különleges volt akikkel futhattam, különleges ez a stadion. Itt azért más érzést kaptam vissza, mint a német erdőkbe futni, őszintén szólva. Bár a háromszoros olimpiai bajnok kajakos az élsport után másra koncentrál, mégsem szenved hiányt a sportban, igyekszik sokat tenni Gödért. Jelenleg is készülök egy futóversenyre, és minden reggel futok 8-10 kilométert, plusz hát még polgármestereket is rohangálok elég sokat föl a lépcsőn, házon belül, meg hát különböző helyszínekre, tehát sok kilométer van a lábamban. Az olimpiai bajnok ökölvívó Kovács Kukó István felesége Katalin kvalifikálta magát a maratoni táv versenyére. Bár csak 2 kört futottunk a pályán, de jó volt kipróbálni ezt a csodálatos stadiont. Nagyon vártam, hogy bejöhessek ide, mert csak kívülről láttam még, meg láttam róla videót, amikor itt volt az országos bajnokság. Kukó pedig így buzdítja szurkolásra a jelenlévőket, amikor is felesége a maratont fogja futni. Valaki nagyon nem tudja, melyik napra jöjjön ki, akkor ide mindenféleképpen, de 26-án reggel 7 órakor várunk mindenkit nagy szeretettel, Budapest számos pontján. A maratoni távmezőnye nem fog bejönni a stadionba, végig Budapest utcáin fog zajlani a verseny, ezért is volt különleges pillanat ez a számára. Egy hónap, 2 nap van még nekem hátra. De ez nagyon gyorsan el fog telni. Én tényleg azt mondom, hogy ennek a világbajnokságnak az egyik legkülönlegesebb, és ha lehet ilyet példaként hozni, története az, hogy egy 44 éves kétgyermekes anyuka élet első válogatottságán képviseleti a magyar nemzetet, ez egy fantasztikus dolog. Az, hogy ilyen helyen tudtunk futni, az annyira feldobja szerintem az ember hangulatát, meg magát az időeredményét itt is, kivéve az enyémet, mert most kicsit rossz időt futottam, de ilyen jó időben itt szenzációs, úgyhogy nagyon-nagyon gratulálok a szervezőknek, építőknek, mindenkinek. Itt szerintem még többet hoz ki az emberből ez a helyszín, mint amit egyébként szokott. Lubics Szilvia kiváló ultrafutónk számára ez a táv talán kevés lehet, de ő ezt másképp látja. Esélyem nem lenne elindulni semmelyik számban, de mivel a leghosszabb a maraton, akkor az ott természetesen. Nagyon tempófüggő az, hogy mit jelent 800 méter, tehát még 400 méterben is azt gondolom, hogy könnyen bele lehet pusztulni egy magamfajta futónak. Nem vagyok gyors futó, és nagyon ritkán futok ilyen távot. Maratonból, hogyha oda teszem magam, elég lesz egy is. Lubics Szilvia is egy igazi hétköznapi hős, hiszen 28 évesen kezdett el nem csak futni, de úgy igazán sportolni is. Szerinte nem azért kell elkezdeni valamit, hogy sikeres legyen benne az ember. Hát meg kell tapasztalni azt az érzést, hogy valami kikapcsol, hogy valahol nem kell túl gondolni dolgokat, egyszerűen csak élvezni azt, hogy mozgunk, és ha valaki ezt megérzi, azt gondolom, hogy ott tud ragadni, bármilyen sportban. Jó hír a fővárosnak és a turisztikai szektorban dolgozóknak, hogy a budapesti atlétikai világbajnokság bizonyítottan az igényesebb turistákat hozza ide a fővárosunkba, tehát az egy főre eső költés összege is magasabb lesz. Nagyjából 40-50 ezer olyan külföldi szurkoló jön Budapestre, aki csak az atlétikai világbajnokság miatt döntött úgy, hogy ide utazik hozzánk. A budapesti atlétikai világbajnokság augusztus 19-től kezdődik.